Sziasztok gyerekek! Tóth Karolina vagyok, a Zenta István Srimac általános iskola második osztályos tanítónénie. Ezeken a matematika órákon a szorzással foglalkozunk, és most pedig a hármas szorzótáblával fogjuk folytatni. Nézzük, mi ez, amit már tudunk. Tudjuk azt, hogy a szorzásnak tényezői vannak. Ezeket a tényezőket fel is cserélhetjük, tehát helyet cserélhetnek. Az első és második tényező, ha helyet cserél, akkor is ugyanazt a szorzatot kapjuk, tehát 3×2 egyenlő 2×3, az eredmény nem változik, ugyanúgy 6. Az eredményt szorzatnak hívjuk. Tanultuk az egyes szorzótáblát, ami ugye nagyon egyszerű, hiszen bármilyen számot megszorzunk egyel, önmagát a számot kapjuk eredményül. Kettes szorzótáblát is tanultunk, a kettővel való szorzás olyan, mintha kettesével számolnánk, páros számok az eredmények, a szorzatok. Tanultuk a négyes szorzótáblát, ugye a múlt órán. Itt már egy kicsikét jobban oda kell figyelni. Fontos, hogy ezt a négyes szorzótáblát többször elismételjétek, többször elmondjátok, hogy jól rögzüljön. Az ötös szorzótábla szintén egyszerű, hiszen ötösével számolni nem bonyolult. Az eredmények mindig 5-re vagy 0-ra, azaz kerek számra végződnek. A tízes szorzótábla pedig olyan, mintha ugye tízesével számolnánk, mindig csak a tényező után egy nullát írunk, akkor megkapjuk a szorzatot. És megtanultuk azt is, hogy a nullát bármelyik számmal megszorozhatjuk, az eredmény nulla lesz. Itt láthatóak ezek a kis számkártyák, hogy hogyan is számoltunk kettessével, négyessével, ötössével és tízessével. Ezeket is jó átismételni egy kicsit, gyakorolni, egészen 100-ig elszámolhattok, vagy 100-tól visszafelé, bár nem mindegyik szám esetében, a kettesnél, ötösnél, tízesnél nyugodtan lehet 100-tól visszafelé számolni, a négyesnél már nem feltétlenül. Nézzük tovább. A mai órán a szorzással, a hármas szorzótáblával fogunk foglalkozni. Nézzük, milyen példát hoztam nektek. A képen látható, hogy egy ágon három madárka áll. Öt ága van a fának, melyen madárkák állnak, tehát 3 plusz 3 plusz 3 plusz 3 plusz 3, egyenlő hány madárkánk van összesen? 15. De megtanultuk azt is már az elmúlt matematika órákon, hogy sokkal egyszerűbb szorzással számolni, mint összeadással. Tehát egyszerűbb, ha azt mondom, 5×3 az egyenlő 15. Összesen 15 madár vagy veréb van a fán. Számolhatunk hármassával, hogy egy kicsit begyakoroljuk. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, és így tovább egészen számoljatok el 100-ig. Nézzük akkor a szorzótáblát. Három levelű lóheréket hoztam nektek. Nézzük, hogy ha egy lóherénk van, akkor az 1×3 levél egyenlő 3. Ha két lóherém van, akkor 2×3 egyenlő 6. Három lóhere esetében 3×3 egyenlő 9, majd 4×3 egyenlő 12, 5×3 egyenlő 15, 6×3 egyenlő 18, hogyha 7 darab lóherénk van, akkor az 7×3 egyenlő 21, majd 8×3 egyenlő 24, 9×3 egyenlő 27, és 10×3 egyenlő 30.
Az alsó sorban láthatjátok, hogyha már 10 lóherénk van, összeadással bizony bonyolult lenne összeadni őket, de szorzással egyszerűbb. Itt láthatjuk a hármas szorzótáblát, mondjátok el többször is, gyakoroljátok otthon fejből, tanuljátok meg, most pedig mondjuk el közösen. Az ujjaimat használom, hogy segítsem, nehogy belebonyolódjak véletlenül. Na nézzük! Egyszer három, az három. Kétszer három, az hat. Háromszor három, az kilenc. Négyszer három, az 12. Ötször három, az 15. Hatszor három, az 18. Hétszer három, az 21. Nyolcszor három, az 24. 9-szer 3 az 27, és 10-szer 3 az 30. Ha megtanultuk a szorzótáblát, akkor nézzünk néhány feladatot, amivel jó be is gyakoroljuk őket. Na nézzük, fedezd fel a szabályt, majd határozd meg a szorzat hiányzó elemeit. Bocsánat, nem szorzat, hanem sorozat. Hiszen itt még nem szorzunk, de láthatjuk, hogy a számok milyen logika alapján következnek egymás után. Biztosan, hogy észrevettétek, hogy hármassával, tehát 3, 6, 9, melyik a következő szám? 12, utána a 15, 18, 21, 24, 27 és 30. Háromassával számoltunk, mindig háromat adtunk hozzá az előtte lévő számhoz. Nézzük akkor, számolj és kösd össze a megfelelő szorzattal. Tehát az első szorzás 6x3. Nézzük meg a kis felhőcskéket és kössük össze a megfelelő eredménnyel. 6x3 az 18. 8x3 az egyenlő 24. 2x3 az 6. És 7x3 az 21. Mehetünk a következő feladatra. Karikázd be hármasával a robotokat. Hány robot van összesen? Nehogy ne kiálljatok egyesével megszámolni az összes robotot. Először is, lehet színes ceruzával is, grafit ceruzával is, karikázzuk be hármasával. Ti csinálhatjátok másmilyen logika szerint, vagy elrendezéssel, mint ahogy én csináltam. A lényeg, hogy amikor a végére értek, egyetlen egy robot se maradjon ki. Akkor csináltátok jól ezeket a kis három elemből álló halmazokat, hogyha végül minden robot belekerült egy halmazba, nem marad ki egy sem. Nézzük akkor, hány ilyen hármas robotos halmazunk van összesen. Számoljuk csak meg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 halmazunk van. Összeadással bizony ez így néz neki, hogy 3 plusz 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 3, ugye milyen hosszú. Tehát szorzással lesz sokkal egyszerűbb, azt mondom, hogy 10-szer 3, és már rögtön tudom, hogy 30 robotom van. Aki nem hiszi, járjon utána és számolja meg egyessével. Biztos vagyok benne, hogy ugyanez lesz az eredmény. Cseréld fel a tényezőket, majd számold ki a szorzatot, mint a megoldott példában. Ez az, amiről már az előző órákon is beszéltünk, hogy ha a tényezők helyet cserélnek, akkor a szorzat nem változik. 3x4 az egyenlő 4x3, látod, a 3-as és a 4-es tényező helyet cseréltek, az eredmény 12. 3x5,
Ha a tényezők helyet cserélnek, az eredmény nem változik, tehát 5x3 egyenlő 15. 3x1 az ugyanannyi, mint 1x3, egyenlő 3. 3x10 egyenlő 10x3-mal, egyenlő 30. 3x7 esetében, ha a tényezők helyet cserélnek, akkor az 7x3, egyenlő 21. A 3x6 az ugyanannyi, mint 6x3, egyenlő 18. 3x9, egyenlő 9x3, egyenlő 27. 3x8 az egyenlő 8x3, egyenlő 24. Észrevettük, hogy ha a tényezők helyet cseréltek, akkor az eredmény nem változik. Nézzük a következő feladatot. Rajzolj 12 gyertyát úgy, hogy mindegyik tortán egyforma számú legyen. Na nézzük, ezt hogy csináljuk. Tehát 12 gyertyánk van összesen, amit 3 tortára kell valahogy szétosztani. Tehát, hogyha egy számot megszorzok 3-mal, akkor 12 lesz. Ugye 12 gyertyám van összesen, 3 tortám. Akkor hány gyertya megy egy tortára? Hányszor 3 a 12? Bizony, biztos, hogy már tudjátok, 4-szer. 4x3 az 12, tehát 4 darab gyertyát kell rajzolni egy tortára. 4 plusz 4 plusz 4 az 12. Töltsd ki a táblázatot. A felső sorban az X számokat láthatjuk, ami lehet 5, lehet 8, 9 és így tovább. Alulra pedig be kell írnunk a 3x, azaz kezdjük az elejénél, 3x5 eredményét. Tehát 3x5 az 15, 3x8 az 24, 3x9 az 27, 3x2 az 6, 3x6 az 18, 3x10 az 30, 3x1 az 3, 3x3 az 9, 3x4 az 12, és 3x7 az 21. Ha ezt önállóan is meg tudtátok csinálni, akkor az azt jelenti, hogy már jól megtanultátok a 3-as szorzó táblát. Nézzük meg ezt a számegyenest. Hányassával ugrálunk a számegyenesen? Bizony, könnyű észrevenni, hogy 3-assával, ugye? Nézzük akkor, mit írunk be. 3, 6, 9, 12, és a többit csináljátok meg otthon. Ezt a feladatot a Kreatív Központ munkafüzetében találjátok. Hogyha nem ebből tanultok, akkor megrajzoltok egy számegyenest, vagy kis csillagocskákat egymás mellé, és beírjátok a 3-as számmal való szorzás eredményeit. Most pedig nézzük a következő feladatot. Számítsd ki, hogy összesen hány színes ceruza látható a képeken. Ha 3 ceruza tartom van, és mindegyikben 3 ceruza, akkor az összesen 3x3 egyenlő 9. Ha 4 ceruza tartom van, akkor 4x3 ceruza egyenlő 12.
Ha 5 ceruza tartom van, akkor 5 ször 3 ceruza egyenlő 15. Menjünk tovább. Ellenőrizd az eredményeket. Ha az eredmény pontos, írj a négyzetbe P betűt. Ha az eredmény hibás, írj be H betűt. Na nézzük az elsőt. 6 x 3 egyenlő 18. Ez pontos. 2 x 3 egyenlő 3. Ez bizony hibás, hiszen 2 x 3 az 6. 9 x 3 egyenlő 27. Bizony, ez is pontos. 7 x 3 egyenlő 21. Ez is pontos. 8 x 3 egyenlő 24. Ez is pontos. Végül 4 x 3 egyenlő 13. Ez bizony nem stimmel, ez hibás. 4 x 3 az 12. Most számolj és írd be a megfelelő relációs jelet, azaz kisebb, nagyobb vagy egyenlőt. Na nézzük, melyik lesz a több, ha 6-szor szorozzuk meg a 3-at, vagy ha 8-szor? Még ha nem is számoljuk ki az eredményt, már akkor is látjuk, hogy ha ugyanazt a számot szorozzuk meg, ugye 6-szor az több, mint 8-szor ugyanaz a szám, tehát 6-szor 3 az kevesebb, mint 8-szor 3. 9-szer 3 vagy 10-szer 3 a több? Bizony a 10-szer 3. Akár számolás nélkül ránézéssel is tudjuk, hiszen a 10 az nagyobb, mint a 9. Na most a következőnél már nem tudunk így gondolkodni, hiszen az egyik 10-szer 2, a másik 3-szor 3. Ki kell számolnunk. 10-szer 2 az 20, 3-szor 3 az 9. Melyik a nagyobb? Bizony a 20. 3-szor 6, vagy az 5-ször 10, itt is számolnunk kell, nézzük. 3-szor 6, az 18, 5-ször 10 az 50. Bizony, hogy az 50 a nagyobb. Nézzünk egy aranyhalacskás példát. Egy aranyhalacska 3 kívánságot teljesített. Hány kívánságot teljesít 6 aranyhalacska? Bizony, nekem egy is elég lenne, de hogyha 6 aranyhalacskánk van, akkor az 6-szor 3 kívánság, tehát 6-szor 3 egyenlő 18. És már biztosan tudjátok, hogy szöveges feladatnál választ is írnunk kell a kérdésre, tehát 18 kívánságot teljesít 6 aranyhalacska. Nézzük a következő, már házi feladat lesz, a munkafüzetben található táblázatot, ezt a Kreatív Központ tankönyvében találjátok, csináljátok meg otthon házi feladatra, ha nem ebből a könyvből tanultok, akkor pedig másoljátok át a füzetbe a táblázatot, és először összeadás formájában, utána pedig szorzás formájában írjátok végig az eredményeket. Nézzük, miről tanultunk a mai órán. A hármas szorzó tábláról számoljatok háromassával, és gyakoroljátok a hármas szorzó táblát egészen addig, amíg fejből nem megy. Köszönöm szépen a figyelmet. A következő matematika órán is még a szorzással fogunk foglalkozni. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!